Sziasztok, Fid vagyok, és ez itt a Dualtron Project negyedik, egyben nagyjából befejező része, ugyanis már jó régóta megy a roller, csak hát történt ugye a sarokcsontörésem. Ami a videóban nem látszott, hogy rajta van a taposó, ugye Csabi most jött vele azért ilyen, a magasításra, hogy beférjen az aksi, kapott két oldalra távirányítóval vezérelhető megvilágítást, ami iszonyat jól néz ki este. Ugye ez most jelenleg a töltő csatlakozó. Amit tudni kell róla, hogy jóval erősebb, mint bármelyik ekkora méretű Dualtron. A Spider-t az simán lenyomja. Köszönhető ez annak, hogy meg vannak húzva a motorok. Nem kell neki 6 másodperc a 60-hoz. Valami brutális érzés belső sávba előzni vele az autósokat, akik csak cammognak. Mondjuk ezt jó lábbal csak egyszer csináltam meg. És most megválunk ettől a kis gyönyörűségtől, mert hogy nagyobb fába vágja Csabi is a fejszéjét. Erről is majd láthattok összeépítési videót. Egy... mi lesz az? Dualtron 3. Egy Dualtron 3-as, ami kicsivel nagyobb a vász, Dualtron 3-as lesz, meg lesz áldva kétszer 1600 wattos motorokkal, és egy Dualtron ultra vezérlővel, elég köpesz lesz, én úgy gondolom, de ez önmagában is bőven elég lesz, csak mint mondtam Csabinak az elején, mikor félt tőle még az elején, hogy hamar Jedi lesz, és Csaba eléggé Jedi lett. Pedig még csak háromszor húzta nyílgázra, de iszonyat a gyorsulása, és most még többet akar, csak ezért megy a háztól ez a kis Dualtron roller. Hatótávra mit a 70 km tud? Hát egy 70-80-at szerintem, hogyha eco módban van, akkor igen. A simán megvan, 24. 24,5 amperórás 60 voltos Samsung cellák. Teljesen új. Adi új az aksi. Kb. Töltöttük, vagy négyszer. Csak hát tényleg az, hogy mikor ráállsz egy ilyenre és a fejlődésre vágysz, ami nem más, mint még egy Dualtron, ugye Veped és a Dualtron a legjobb márka, amit rollerbe lehet venni, legalábbis szerintem. És vágysz a nagyobbra, a még erősebbre. Ez ugyanaz, mint amikor az autódat azért cseréled, mert több kell, vagy kényelmesebb. Ugyanez van a rollernél is. Már én is eladtam az elektromos roller tuning videósorozatban lévő rollert, amiről lesz még egy videó, mert a srác folytatni akarja, és én megcsinálom neki úgy, ahogy én kigondoltam, de az még a jövő zenéje. Szóval az a lényeg, hogy ez most megy a háztól, már meg van hirdetve. Nem olcsó, de tényleg, hogyha kipróbáltad, akkor füligérő szájjal és könnyes szemekkel, ha nincs rajtad bukósisak, szállsz le róla. Ez a videó ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, Fid voltam.